A Dino Sport híradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szervíz, mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendége Üveges Gábor, rally versenyző, rally versenyszervező. Szervusz, üdvözöllek! Most ugye, mint versenyszervezőként foglak foggatni elsősorban, és a kérdés adja is magát. Most vasárnap lesz-e akkor rally sprint futam, vagy nem? Üdvözlöm a nézőket! Sajnos be kell jelentenem itt a média előtt is, hogy elmarad a verseny. Sokat dolgoztunk, hogy legyen, egy nagyon jó pályán, nagyon jó évzárót szerettünk volna, a bajnokságunk 8. futama lett volna évzáróként, Eger környékén régi Eger rally pályát vettünk volna igénybe, de az MNAS egy MNAS-es rendező hatására meghiúsította, az MNAS-es rendező kérésére a mi rendezvényünket tiltottnak minősítették, ezáltal a rendőrség nem tudta a rendezvényt biztosítani, egyébként minden engedélyünk be lett szerezve. Tehát jól értem, akkor itt egy emberrel volt valami konfliktus, aki aztán erőből elintézte, hogy ne tudjatok versenyt rendezni? Így van, tehát most tudni kell azt, hogy ez év elején megalakult egy rally sprint rendezői kollektíva az MNAS berkein belül. Január vége, február elején felhívtak minket 6-8 főt az MNAS székházába, ahol megbeszélés tárgyát képezte az, hogy Magyarországot több régióra osszák. Személy szerint mi kaptuk meg a Nógrádnak egy részét, Heves megye, Borsod megye és Szabolcs megyék bezárólag. Most egy olyan rendező tett nekünk egy kicsit keresztbe, aki a Pécs és környéki sprint rendezvényeket rendezi, illetve ORB, most jelenleg egy ORB első másodosztályú historic rally és sprint versenyt is rendez, pont egy hétvégére került, annak ellenére, hogy nekünk januárban megszületett a versenynaptárunk, az időpontunk ez volt, amit most meghirdettünk. Az ő időpontja szeptemberbe kezdődött, aztán módosított rajta szeptember végére, aztán most módosított rajta, hogy legyen október közepe, és neki nem tetszett az, hogy két egy rendezvény van egy időben az ország két végén, holott pont ő vetette föl évelején az MNAS-be, hogy ne legyen az befolyásoló tényező, hogy egy ORB verseny van az ország egyik végén, másik végén attól lehessen sprintverseny, ugyanígy vissza, de úgy látszik, ezt elfelejtette. Nem akarok a pilóták zsebeiben nyúlkálni, de hát aki a sprinten indul, a rally sprinten, azok általában azok a pilóták, akik imádják a rallyt, de nincs pénzük. Magyarul. Az, aki abban a térségben él, Észak-Magyarország adott megyében, attól, hogy most nem lesz Miskolcon vagy környékén rally sprint, nem fogna tudni elmenni Komlóra az ottani rally sprint versenyre. Mert igen, azért ebbe a kategória versenyezők, mert ezt tudják igen megfizetni, nem? Tehát ezt én kategórisan... Ez így van? Ez így van, sajnos így van, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos. Ezt kategórisan ki tudom jelenteni, hogy a 4 évre visszamenőleg a nevezési lapok alapján meg lehet azt mutatni, hogy ha mondjuk Borsod megyének a legészakibb csütke, elmegyünk Sátorajúé felé, akkor lehet, hogy az ózdi versenyző már nem fog oda elmenni, mert neki már az is költség, hogy azt a 100-110 kilométert megtegye. Ugyanez visszafele egy újhelyi versenyző nagyon-nagyon ritkán jön el mondjuk egy Domaházára, vagy mondjuk most konkrétan Eger környékére. Mert ez a 110 kilométer is távolság. Nem beszélek arról, hogy mondjuk Borsodból elmenni egy komlói vagy Pécs környéki versenyre, az oda-vissza 900 kilométer. Ezt mennyire fogja bevállalni azok közül, akik nálad indultak volna? Akik nálunk indultak volna, azok között nincs olyan versenyző,
meg lehet nézni, durván 120 fő nevezett a versenyünkre, ehhez ebben 120 páros verseny, nevezett a versenyünkre, meg lehet nézni, hogy a 120 párosból nincs egy olyan versenyzőse, aki MNAS licenszel rendelkező, tehát a komlói versenyen részt tudna venni. Sprint versenyre meg nem megy le Komlóra, pont ebből adódóan, hogy nincs annyi pénze, hogy a szerelvénnyel, szervizcsapattal, stb. Levándoroljon, iszonyú nagy költség. És ennyire kell nekik, hogy létszám, mármint a MNAS-nek, hogy tudjon prezentálni versenyzőket? Alapvető problémának azt látom, hogy az MNAS bizonyos vezetői úgy gondolkoznak, ha Magyarországon nincsenek kisversenyek, nincsenek sprintversenyek, csak van az a évelején 2-8 verseny, amiből talán 6-ot meg is tudnak rendezni. Ha nincsenek mellette a sprint versenyek, akkor ezek a sprintes versenyzők rögtön MNAS szinten fognak versenyezni. Ez több okból nem adódik meg, adódhat elő. Egy az, hogy ugye a költség, nincs annyi pénzük. Kettő, nem mindegyiknek az autója felel meg az MNAS által támasztott követelményeknek. Ezt azért mondom, hogy kihangsúlyoznám, hogy MNAS által támasztott, mert ők hivatkoznak arra, hogy FIA... Például itt most a képen látott Lada se tudna, gondolom, elindulni, ugye? Hát megfelelne? Ezek megfelelne, mert azért ezekben az autókban már elég komoly a biztonsági rendszer, tehát ezek pont az a kategória, ami megfelelne. Viszont visszatérve, tehát alapvető probléma, hogy az MNAS annyira be akarja tartatni a szabályt, hogy talán emiatt nincsen versenyzőjük. Elmúlt hétvégén kint voltunk Olaszországban a 10. Rally Legenden, ahol egy magyar versenyzővel készítettek interjút, ami a világhálón terjeng is, és ő is elmondta, hogy kint nem azt nézik, hogy milyen FIA prioritású bukócső van az autóba, hanem azt nézik meg, hogy az a bukócső, az az ülés, az az öv, a biztonsági rendszerek azok jók-e, ha jók, akkor versenyezhet. Nyáron mi is kint voltunk Romániába, először az autóinkba belekötöttek, hogy hát ebben nincs echte homológ, nem lejárt homológ, hanem jelenlegi homológú ülés, öv, és akkor mondtuk, hogy mi baja lehet. Hoztak egy kétnyelvű papírt, románul, magyarul, írjuk alá, hogy saját felelősségünkre versenyzünk. Egyébként az öv, az ülés, az a bukócső, egyéb biztonsági felszerelések megfelelnek, és örültek, hogy versenyzünk. Itt pedig olyan, mintha azt néznék, hogy az az első 10-20-30 autó az versenyezzen, a többire nincs szükség, mert ezekből is tudunk profitálni. Igen, hát ezért tűntek el a hazai pályáról a érdi Benig Balázs. Így van. Ezek tehát miatt. Tudni kell azt, hogy magyar viszonylathoz képest külföldön potom pénzért lehet versenyekre benevezni. Sőt, hogyha valaki eredményeket ér el, mint van egy miskolci páros is, aki Mitropa kupákra jár ki, Németország, Olaszország, stb. Tehát járja Európát, már az utolsó versenyekre, ha jól tudom, nevezési díjat sem kellett fizetni, tártkarokkal várják őket, és azt, annak örülnek, hogy ott vannak, nem pedig azt nézik, hogy lehetne őket minél hamarabb eltávolítani a verseny helyszínéről. Jó, akkor most így mi lesz akkor? Lesz egy pót versenynap, vagy hogyan Igen. tovább? Gondolkodtál már ezen? Mindenképpen, mivel hogy úgy áll a verseny sorozatunk 7 verseny után, hogy 2 vagy 3 kategória kivételével, 11 kategóriánk van, 2-3 kategória kivételével nincs még bajnokunk, még a dobogós helyek kiosztása várnak, és nem szeretnénk meghiúsítani a versenyzőknek azt a lehetőségét, hogy a pályán döntsék el, ne pedig én az íróasztal mögött, hogy te leszel az első, második, harmadik, és így döntöttem. Én mindenképpen azon vagyok, illetve a szervező csapatunk, hogy egy olyan 3 hét körüli időpont elcsúsztatjuk a versenyt, és mindenképpen fogunk egy versenyt. Tehát akkor egy novemberben akarsz. November közepe táján lesz egy verseny, amivel pótoljuk ezt az elmaradt versenyt, mert én itt tartom etikusnak, hogy a versenyzőknek a sorsa a pályán dőljön el, nem pedig egy íróasztal mögött. Csak kérdés, a novemberben milyen lesz időjárás? Hát ezek a versenyzők már mindenféle időjárási körülmények között versenyeztek, elmondhatom. Mert volt olyan évünk, amikor ilyen 8-10 fokos szombati nap volt, szép napsütéses idő, pályabejáráskor,
vasárnapra leesett 10 centi hó. És tudták abszolválni a versenyt, nem estek, keltek, beletanultak. Akkor lehet bármi. Lehet bármi. Időjárás nem számít. Nagyon sokan ott lesznek akkor is. És már nem lesz egy másik MNHS verseny, mert most hétvégén Komló, a véget ér a bajnokság. Elvileg, mert már rebesgetik, hogy még lesz egy bajnoki futam, de lehet, hogy még kettő. Ha minden igaz, akkor talán Tatabányára is kiírnak egy versenyt. Mondjuk ezt se értem, mikor az MNHS kiír egy versenynaptárt, és a versenyző már úgy számol, hogy na, utolsó verseny a hétvége, és akkor én vagyok a bajnok, és utána kiderül, hogy két hét múlva jön egy kiírás. Akkor hát lehet, hogy akkor most hétvégén Komlom, akkor nem az utolsó. Elképzelhető, igen. Tehát a mai világban az MNHS-nél minden elképzelhető. Ha ők hoznak egy szabályt... Csak akik bérelnek autót, akkor nem tudnak gazdálkodni a költségvetésre. Persze, természetes, de ez igazából nem érdekli a jelenlegi vezetőknek egy részét. De most jelen pillanatban, még úgy, akkor azt lehet tudni, hogy most Komlom véget ér, ugye? Tehát ez a hivatalos jelenleg igen, igen. De itt semmi sem elképzelhetetlen, tehát... De akkor még lehet, hogy megint lesz egy verseny. Így van, így van. Az az időponttal egy időben, amikor te akarsz megrendezni. Reméljük nem. Reméljük nem. Dolgozunk azon, hogy tudjunk egy nagyon jó versenyt, egy jó idényzárót összehozni a fiúknak. Reméljük sikerülni is fog. Hány éve is csinálod ezt? Mármint a... Rally versenyszervezést. A versenyszervezést 1994-ben az első Miskolc nagydíj rally, hát ilyen közel 10 év szünet után a nevemhez fűződik. Mondjuk abban az évben volt egy másodosztályú verseny is nyáron, tehát 94 nyarán, azt egy nagynevű miskolci versenyző szervezte, és abban az évben mi kaptunk egy lehetőséget, az én sportegyesületem egy első másodosztályra, ez 94. szeptember 1-3-a között volt, és onnantól kezdve én folyamatosan akár MNHS, akár Rally Túra, akár Sprint, sőt megpróbálkoztam 2004 évben egy szlovák bajnoki verseny szervezésével is, amit érdekes módon a szlovák versenyzők, szlovák challenger, közös versenyzői csapat az év versenyének titulált, hát nem tudom. Jó, de akkor már régóta benne vagy, régi motoros vagy, igen. De akkor az a kis incidens nem veszél a kedvedet attól, hogy ne folytasd tovább. Igen, én nagyon sok versenyzőnek elmondtam, mikor kérdezik, hogy annyi hideget kaptok, nem akarod befejezni. Én mindig azt mondtam, hogy addig, amíg hát hülyén hangzik, de amíg engem valaki el nem földel, agyon nem ver, addig fogom csinálni. Csak most már úgy elgondolkoztam rajta, mert a családomat nem akarom tönkretenni. Mert? Mert látom azt, hogy ül mellettem a párom, és mikor az ember valakit napról napra lát, akkor nem tűnik fel, hogy például fogy, vagy hízik. De nekem feltűnt az, hogy az utóbbi két hónapban annyit fogyott, hogy lassan elfogy. Idegeskedik helyetted? Én is idegeskedek eleget, csak én nem mutatom ki, viszont ő nagyon lelkére vesz mindent, és őt nem akarom tönkretenni. Akkor jövő 2013 még kérdéses ezek szerint? Nem, én dolgozok mindig azon, hogy mindig haladjunk előre, mindig egyre jobb legyen. Reméljük, hogyha az MNHS-ben változás lesz, akkor nem ettől rosszabb lesz, hanem talán ők is belátják azt, hogy... Miért lesz változás? Lehet változás? Most lesz 28-án rendkívüli közgyűlés, sokan rebesgetik. Rendkívüli közgyűlés, igen. Itt alapszabály módosítást akarnak végrehajtani, viszont mivel, hogy az alelnök a Frank Tamás személybe elhunyt, így egyel kevesebben vannak ugye az elnökségbe is, uh-huh. Hallottunk már olyan híreket, hogy mivel az elnök urat most a dohány ágazatba is jelölték vezető posztra, a Hungaroring elnök vezérigazgató is, lehet, hogy három állást nem szeretne betölteni, lehet, hogy ő is itt hagyja az MNHS-t, illetve az elnökség két-három tagja is mondja, hogy szeretne elmenni. Szamos úr szívesen a régi már, mint tudjuk. Igen, a Szamos úr is, ahogy hallottuk, szeretne visszavonulni.
És a Botkával, Botka Endrével, a rally szakág vezetőről a, mit a Botka tudni? Endréről én annyit tudok elmondani, amióta személyesen ismerem, a 90-es évek végén csináltam Miskolcon 3 éven keresztül versenyautó kiállítást. Én egy korrekt embert ismertem meg benne. Most sem mondom azt, hogy nem korrekt, csak nem jó embereket választott magam elé, és talán most nem mutatja ki azt az erejét, amilyen ő régen volt, amire ő képes lenne, hanem inkább hagyja azt, hogy a fiatalok irányítsák, és előbb-utóbb szerintem ennek nem hiszem, hogy jó vége lesz, mert más versenyzők is külföldön is. De mondjuk a te jövődet, sorsodat igazából nem az befolyásolja ki a rally szakák vezetője. Nem. Egyáltalán nem az befolyásolja, hanem az befolyásolja, hogy az MNAS akár jelenlegi, akár új vezetése, nem csak az én jövőmet, hanem más kisebb rendezőjét is, illetve a magyar autósportért inkább arról beszéljünk, mert most itt a alap az, hogy ha nincsenek sprintek, akkor holnaptól az MNAS-nél 100 autóval több indul versenyeken. Na, ez így nem igaz. Addig, amíg alapjaiba az egész MNAS le nem cserél, nem egy-egy embert a vezető posztokról, hanem olyan sportszakmailag érett és a sportért, az autóversenyzésért élni haló embereket oda nem tesznek, addig itt nem fogunk előre haladni. Ha már itt tartunk a létszámoknál, egy folyamatosan emlegetjük, te jobban benne vagy. Ugye ennek azért van falsúlyos jelentősége, mert idén a rally egyben nagyon kevés induló volt. Tudod-e, hogy mennyien indultak? Nagyon kevesen, tehát hogyha... Én az erdélyi tudom, hogy 17 magyar induló indult Hogyha a rally egyben ilyen 30-35 autó összeverbuválódott, akkor azt mondták, hogy egész népes mezőny összejött. Ahhoz képest, hogy ezelőtt 3-4 évvel... Ebben az összes kategória benne van. Igen. Ezelőtt 3-4 évvel ez még azért a 70-80-at is verdeste. De most nálatok hány induló van egy rally sprint? Most per pillanat 120 nevegünk volt. És ebbe az évben igazából 80-90 alá nem tudtunk. Tehát arra gondolok esetleg az MNAS vezetésére, hogy nem 20-30 induló lenne, hanem több, hogyha nem lenne rally sprint? Igen. Ez konkrétan egy-két ember ki is fejtette, hogy ha ezek ellen... Akkor ti vagytok akkor a rossz emberek? Elszipkázzátok a versenyzőket? Igen, mi elszipkázzuk a versenyzőket az MNAS-től, igen. Nem csak mi, velünk tehát egyetem, a rally túra is. A rally túra is. Na, ott is meg lehet nézni, ott is ilyen 100-120 autók indulnak egy-egy versenyen. Akkor, igen, legutóbb Vácon a sprinttel együtt azt hiszem 190 igen. Induló volt. Nálunk augusztusban meg 217 a sprinttel. Tehát félelmetes szám, és maga az MNAS meg egy OB futamra, igen. Jó, ha fel tud mutatni 30 indulót. Igen. Vagy például, amikor az Arad Rally volt, hallottam félfüllel a rendezőnek a siránkozását, pozitív értelembe vett siránkozását, tehát nem igen, igen. Sír, hanem azt mondta, hogy égett az arcáról a bőr, hogy ott volt Arad városának a vezetése, és 5 kategóriába 6 magyar versenyzőt tudott a dobogóra állítani. Tehát beszélhetünk arról, hogy technikai sport, kiesnek, mert szép megy a technika, igen. Összetörik, stb. De amikor mondjuk 11 kategóriába összesen nevez 30 autó, az egy nonsens. Tehát itt alapjaiban nem a sprinteket, nem a rally túrát kellene. Itt maga a szabályrendszert kellene átalakítani. Másrészt pedig nem tiltani kéne, mert azt ne várja el egy felsővezető se, hogy valaki annyi pénzzel rendelkezzen, hogy ma kitalálom, hogy holnap autóversenyző leszek, benyúlok a zsebbe, veszek 20 millióért egy autót, és rögtön első osztályú versenyző leszek. Nem. Régen is az volt, hogy be kellett járni a ranglétát. Voltak a túraversenyek, volt a másodosztály, volt első osztály, és ha pontot és eredményt ért el a versenyző, akkor feljebb léphetett. Volt is. Nekem 94-ben a sokak által ismert Kővári Barna 234-es rajtszámmal rajtolt a Trabantjával, mert
helyesebben 334-essel, mert ugye 100-ig voltak az első osztályok, és akkor 200-tól kezdődött a másodosztály. Tehát több mint 100 másodosztályú autó volt, és volt körülbelül 120 első osztályú. Most ezzel szemben tényleg, ha 50 autót első másodosztályba és historikba ki tudnak állítani, akkor az már egy szuper verseny. Mennyien neveztek most hétvégén Komlóra, ha már itt tartunk? Tudod-e? Ha jól emlékszem, akkor első osztályban... Én nekem 40 főt mondtam. Első osztályban 40 csapatot, pontosan. 55 páros nevezett, uh-huh. Ebből nagyon sokan pirossal vannak írva, ami azt jelenti, hogy valami miatt nincs elfogadva a nevezésük teljes egészébe, tehát valami hiánypótlás kell. Másodosztályban is van 20. Tehát összességében 160-170 autó van első osztály, másodosztály, historik és a sprint mezőnnyel együtt. Régen meg nagyon sok. Tehát, ha... Igen, csak a hülyeség egymással itt harcolni, miközben mindenki tudja, hogy most a pénztárcája mindenkinek egyre vékonyabb, és tulajdonképpen itt erről szól a történet, és ehhez kellene, ez a vékonyabb pénztárcához igazítani a szabályokat, és akkor nem lenne gond. Ugye lenne mindenhol versenyző. Igen. Én például versenyrendezésnél alapvető problémának találok olyat is, hogy sok versenyrendező, vagyis egy-két versenyrendező, inkább így a pontosabb, még nincs pályaengedélye, még nincs pénz a versenyre, de már azon tanakodnak, hogy a 60 négyzetméteres VIP sátrat melyik sarkába állítsuk fel a főtérnek, és majd kit hívjunk meg vendégnek, és milyen kaja meg innivaló legyen a sátorba. Az, hogy versenyzőm nincs, nincs pénzem, az nem lényeg, a VIP az. Igen. Mutassuk a külsőséget, a többi nem érdekel. Zárásként Tajmel Tibor, Miskolc. Igen. Rendőrség. Igen. Tisztázódott-e már? Tisztázzák egyáltalán valamilyen szinten, és ezt MNAS szintre gondolok, hogy akkor most a egyébként közötti forgalomban nem szereplő autók, akkor most milyen rendszámot kaphatnak versenyre? Mert jól tudom, itt ez volt a probléma. Most ez egy nagyon érdekes szituáció. Ott ugye volt, tehát erről tudni kell, hogy ez a Tajmel Tibor féle ügy, ez olyan helyen bontakozott ki, amit mi 2 napra kibéreltünk. Tehát elvileg a rendőr oda be sem jöhetett volna büntetni. Jó, bejött, megnézte, eddig vannak a sprintesek, jó, azok hagyj menjenek, innen túrások, akkor nézzük csak a rendszámokat. Elkezdték nézegetni, aztán végül is ez is MNAS hatására van, hogy a sportrendszám felé tudják orientálni a versenyzőket, tiltsuk le a pésrendszámot. Na most hatályos jogszabályok szerint a pésrendszámot olyan ember használhatja, aki a cég tulajdonosa, a cégnek alkalmazottja, tehát le van írva minden. Éppen a Tajmel Tibi, ő a cég, a saját cégének alkalmazottja, és a rendőr abba kötött bele, hogy a saját cégem alkalmazottjaként hol van a munkáltatói igazolás. Igen, igen. Tehát ez is egy nonsens dolog. De azért gondolom az lenne egészséges, ha lennének úgynevezett sportrendszámok, igen. Nem? És akkor az MNAS kiadja, és akkor... Ez sem így működik. De tehát, így lenne a jó, nem? Igen, ez így lenne a jó, ha úgy csinálna az MNAS, hogy ez külföldön is megy, a szlovákoknál, lengyeleknél, cseheknél, osztrákok, bárhol, hogy elmegy az ember egy... Például Szlovákiában úgy van, hogy úgy hívják, hogy protest. Ez egy kétnapos, egy... Időnk sajnos rövid. Akkor ez hogy lehetne megoldani, ezt a rendszám? Olcsó pénzből megcsinálni a sportrendszámot. Nem ezen és is az MNAS-em? Akár az lenne a legjobb. Akár a KPM. Jó, mert ha MNAS, mert akkor már nincs vita, akkor már az már központilag. Igen, igen, csak nem azt kéne nézni, hogy minél több pénzt húzzunk le a versenyzőről, hanem azt, hogy minél többen tudjanak versenyezni. Akkor zárásként, akkor most vasárnap elmarad akkor a Rally Sprint bajnokság. Igen. Ez hol lett volna, Miskolc? Nem, Eger? Ez Eger-Bakta és Bátor között. Tehát oda nem menjenek akkor a versenyzők, vasárnap nem menjenek. A versenyzők se, nézők se, de ezt novemberben pótolni fogjuk. Viszont ez a jó hír, hogy novemberben. Igen. Mikor fogod kijelölni a dátumot? Mert nekik is akkor úgy kell készülniük. Hát ahogy hazaérek innen Budapestről, Miskolcra, még a mai napon szerintem ki fogom írni a dátumot. Így legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További sportosat. A Dinosport híradót támogatja a Nemzeti Sport.